Jó napot kívánok! Ellen Félixnek hívnak, filmkritikus vagyok. Kritika, recenzió, ilyesmi. A Jászd újra szem főszereplője egy gátlásos, esetlen, szemüveges, neurotikus, New York-i művész értelmiségi férfi, akinek zsákutcába kerül az élete. Felesége otthagyta, egyedülül feldúlt Manhattani lakásában, és kudarcainak okairól töpreng. A keserédes végjátékot Rák Zoltán rendezte a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színpadára. Nekem az a tapasztalatom, hogy több ezer éve a viszonyok nem változnak. Tehát, hogy aki szerelmes, az 5000 éve is iszonyatosan elveszett lehetett. Ezért az a tanácsom, hogy nézzék meg, ami különleges ebben az előadásban, az talán a Woody Allennek a világa, vagy ez a forma nyelve, ami talán sokat tud mondani a nézőknek. 1969-ben színdarabként mutatták be New Yorkban a Jászd újra szemet. A film ebből a forgatókönyvből készült el 1972-ben. Magyarországon az első bemutató 1983-ban volt a Víg Színházban, 2024-ben pedig Nyíregyházára is megérkezett, tele filmes elemekkel. Itt a nehézségek abban állnak, hogy tele van álomképpel, ábrándokkal, visszaemlékezésekkel, ami ugye filmben nagyon egyszerűen működik, van és itt és máshol vagyunk. Ez színpadon nem olyan egyszerű, de van nekünk két csodálatos tervezőnk, Kondrasek Péter a díszlettervező és Cselényi Nóra a jelmeztervező, akik nagyszerűen áthidalták ezt a helyzetet a csodás díszlettel és jelmezekkel. Plusz azért nagyon szépen van világítva, használunk videózást, és a hangosítás is sokat segít nekünk ebben a dologban. A próba alatt a szereplőknek is voltak meglátásaik, hogyan lehetne kicsit egyedibb a klasszikus vígjáték, hogy lehetne befogadóbbá, maibbá tenni a hazai közönségnek. A rendező pedig ennek sokszor teret engedett. Hogy ez mennyire sikerült, azt október 11-től bárki megnézheti Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színház Krúdi Kamara termében. Nem szvingerezik. Miattam.